Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogyan tovább? Te benne vagy egy bizonyos helyzetben. Úgy érzed magadat, mint egy ilyen sötét erdőben, és keresed a fényt, keresed a kiutat, keresed a megoldást, a lehetőségeket. Ez lehet a munkahelyed, lehet egy párkapcsolat, vagy egy családi helyzet. Hogyan tovább? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetedre itt ez a kislány utal. Ő nem tesz semmit, de mégis megkapja ezt az ajándékot, hiszen itt hullanak a csillagok az ölébe, és ez neki szerencsét hoz. Pontosan ez egy üzenet most számodra. Légy visszahúzódó, és legyen meg a hited, hiszen itt megvan az isteni segítség. Azon kívül itt megjelenik a hold is, az utal az álmaidra, és ez az álom megvalósul, ha hiszel ebben. Itt ezen a képen a fő papnő látható. Az lehet, hogy ez a hivatásod, és egy spirituális területen fogsz dolgozni. És ez a kiút, ez a lehetőség, ez az irány. Amennyiben szerelmi dolgokról van szó, akkor a főpapnő azt jelenti itt, ez benne van a sorsok könyvében. Tehát ez a találkozás nem volt véletlen, mert így van megírva a csillagokban is. Ő a te lelki társad. Itt láthatóak a boszorkányok, az lehet jó, az lehet rossz, és amit a kép jelent, egy csoportot. Ha te úgy érzed, hogy be kellene lépned egy bizonyos csoportba, vagy ezt szervezni szeretnéd, akkor ez a kép arra utal, hogy mindenkinek más a véleménye. És emiatt lesz itt harag, emiatt lesz nézeteltérés, és nem vagy abban a helyzetben, hogy kihass másokra, és itt nyugalom legyen, hiszen nem figyelnek oda rád. Azon kívül lehet az is, hogy itt a háttérben beszélgetnek, pletykálkodnak, tehát húzódj vissza egy bizonyos baráti körtől, vagy egy csoporttól. És pontosan erre utal ez a kép, mint ez a királynő meditál valami felett. A kezében van ez az ezüst kehely, és az szimbolizálja a víz elemét, és itt érzelmekről van szó. Azon kívül ez az ezüst kehely jelenti a belsődet. Ez olyan, mint egy forrás, és ez utal a te intuíciódra, az inspirációra, és ez jelenti számodra a belső erődet, a hitedet, de a tehetségedet is. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt szintén a kelyhekről van szó, ami érzelmekre utal. Hallgass a belső hangodra, és keresd olyan kapcsolatokat, ahol úgy érzed, hogy odafigyelnek rád, hogy megkapod a megbecsülést, hogy érzelmek kötnek össze benneteket. Ez lehet egy szerelmi kapcsolat is. Itt ez a kép utal a te tartásodra.
Légy visszahúzódó, gondolkozz el a dolgokon, legyen meg a hited, a magabiztonságod. Uralkodj az érzelmeid felett, hiszen erre utal ez a kártya. És az azt jelenti, légy magabiztos, legyen meg az öntudatod, hallgass a belső hangodra, és várj türelmesen arra az időpontra, amikor cselekedni tudsz. De legyen meg a hited is, hiszen itt megkapod a csillagokat. És ezek a csillagok szerencsét hoznak. Itt az utolsó kártyán láthatunk egy modern boszorkányt, és ez egy jó indulatú boszorkány, jót akar neked. Itt a kezében van a mérleg, ez utal az igazságra. Ez lehet egy bírósági ügy is, de jó lesz a kimenetele. Vagy ha úgy érezted eddig, hogy mások igazságtalanok voltak veled szemben, mint amire ez a kártya utal, akkor húzódj vissza ezektől az emberektől, ettől a csoporttól, és itt nem kell küzdened, hanem őrizd meg a belső nyugalmadat, a belső egyensúlyt. És ez vezet ki téged ebből a helyzetből. Amire ez a mérleg még utal, az a párkapcsolat, és itt meg lesz kettőtök között a kapcsolat. Persze a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és itt a kelyhek fontosak, mert a kelyhek utalnak itt az érzelmekre, és a párkapcsolatot illetően is meg lesz ez a harmónia, ez a belső nyugalom, és itt látható ez a bagoly, ami utal a bölcsességre, tehát ez lehet a tudás, a tehetség, vagy egy spirituális terület. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!